Üdvözlöm Önöket lapozgató műsorunkban. Ezen a héten a Bogdányi Híradó decemberi számából tallózunk. A Bogdányi Híradó szerkesztősége az újság címoldalán kíván minden kedves olvasójának kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Gáspár atya szerint hasonlóan a napkeleti bölcsekhez a mi életünkben is be kell következnie annak a pillanatnak, amikor egy hang szólítása vagy egy csillag ragyogása annyira megérint bennünket, hogy úgy érezzük, útra kell kelnünk. Akinek a lelkében jelentkezik ez a hívás, bármilyen akadályt le tud küzdeni, hogy elérje célját. Ez egyfajta belső parancs, olyan, mint a vándormadaraké, menetrendszerű és meghatározott úti célra kódolt. Fontos tudnunk, hogy Isten bármilyen külső hatást képes átformálni és megtölteni belső vonzással, felragyogtatni a csillagot azelőtt is, aki nem is kereste. Vagyis aki kincsek nélkül indult útnak, az is észreveszi, hogy mégis van valamije, amivel hódolhat az isteni gyermek előtt. Értelmével, akaratával és érzelmeivel, melyek Betlehembe érve a hit, a remény és a szeretet ajándékaivá alakulnak, írja Gáspár atya. Advent idején azzal a reménységgel készülünk a karácsonyra, hogy szívünk majd megtelik igaz gondolatokkal, örömteli életérzéssel, lelkünket betöltő szeretettel. Vörös Ákos lelkipásztor úgy véli, hosszú az út odáig, amíg a karácsonyi készülődésből valóban advent lesz, azaz, amíg az élő Isten iránti sóvárgás megszületik bennünk. Nem más ez, mint a tékozló fiú esetében, akinek sok mindent át kellett élnie, mire a hazaindulás készsége megszületett a szívében. Az ünnepek közelettével gondoljunk erre, és próbáljunk az atya közelébe férkőzni, tanácsolja Vörös Ákos. Közmeghallgatással egybekötve tartotta a legutóbbi rendesülését a Dunabogdányi Képviselőtestület. Ezen többek között tárgyaltak az önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról, a község települési rendezési eszközeinek módosításáról, a Dunabogdányi Vendéglátóegységek éjszakai nyitvatartási rendjéről, valamint a Dunakanyarban működő televízió és havilap támogatásáról. Részletek az ülésről a lap harmadik oldalán. Az újság folytatásában található német nyelvű írások a karácsony témakörével foglalkoznak. Az egyikben a Szent Család története elevenedik meg, az útrakeléstől a kis Jézus megszületéséig. A másik írásban pedig Nagy Magda idézi fel 1949 karácsonyát családi élményein keresztül. A Bogdányi Híradó 6. oldalán a német nemzetiségi önkormányzat híreit találják az olvasók. Az írásban Vogel Norbert foglalja össze az elmúlt időszak legfontosabb eseményeit, kiemelve közülük a hagyományos mártonnapi felvonulást, valamint a magyarországi német énekkarok 7. országos fesztiválját. Utóbbin, mely egy versennyel egybekötött rendezvény volt, a Bogdáner Zingkreis és a Bogdáner Duo vett részt, és mindkét formáció elnyerte a zsűri külön díját. A következő néhány oldalon összeállítást találnak az olvasók az októberben és novemberben lezajlott programokról. A Bogdányi Híradó decemberi számát fellapozók a képekkel illusztrált rovatból láthatják, hogy az elmúlt időszak sem telt egyhangúan és unalmasan a Duna jobb partján fekvő településen. A Fakult Egyesület megtartotta éves sörkóstolóját, baráti találkozáson vettek részt a bogdányi és kisoroszi kertbarátok, egy kisebb delegáció érkezett Leutenbachból, hogy egyeztessenek a jövő évi testvérvárosi találkozó előkészítéséről. Volt közös faültetés a kerékpárút mentén, és az elmúlt hónapban elkészült az óvoda új játszótere is. Régi új sorozattal jelentkezik Rokfalusi Balázs az újság 10. és 11. oldalán. A szerző korábbi írásaiban Dunabogdány elmúlt 400 évének történetét elevenítette fel, és most elérkezett a 18. századba, mely nem csak az egyik legmeghatározóbb évszázad volt a település számára, de az akkor történtek máig hatással vannak a község lakóinak életére.
A legfontosabb változás a svábok nagyszámú betelepülése volt. Megjelenésüknek köszönhetően nem csak a lakosság összetétele változott meg jelentősen, de olyan szokásokat és hagyományokat hoztak magukkal, amelyekkel korábban egyáltalán nem, vagy csak érintőlegesen találkoztak az akkori főleg magyar ajkú őslakosok. A történet abban az időben kezdődött, amikor a török rabigát a Habsburg elnyomás váltotta fel. Hidas András szerint, ha nem gyakoroljuk a szeretetet, akkor az, mint bármilyen más készségünk, előbb-utóbb elcsökevényesedik. Nem is lehet jobb alkalom arra, hogy ez ne így történjen, mint a közeledő karácsony. Próbáljunk meg olyas valakit megajándékozni szeretetünkkel, akit már régen meg kellett volna, vagy akire még sosem gondoltunk, pedig megérdemelni. Az írás szerzője ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy az ajándékot nem pénzben vagy tárgyi értékben kell mérnünk. Az Isten kedvére való ajándék lehet az irgalmasság, a megbocsátás és a kibékülés is, írja Hidas András. A Bogdányi Híradó 12. oldalán folytatódik Ruskó Rita, a családról és annak működéséről szóló sorozata. A szerző ezúttal a családi életciklusok közül azt mutatja be, amikor a szülők már 6-12 éves gyermekeket nevelnek. A téma óriási területet ölel fel, és számos mű foglalkozik kimerítően ezzel a sokszereplős történettel. A legfontosabb és a családok életére leginkább ható változás, hogy a gyermek elkezdi az általános iskolát. A szülők és a kisdiák számára is ott az izgalom és a várakozás, ami természetes, de a legfontosabb, hogy a nehézségeket és feszültségeket együtt próbálják meg orvosolni. Ha ez végképp nem megy, akkor mindenképpen kompetens szakemberre van szükség, aki segít a problémák megoldásában. A lap folytatásában Schubert Árpád ajánl az olvasóknak egy karácsonyi menüsorba illő receptet, újra gondolva a tradíciókat. Az újság legvégén a decemberi programajánlót, valamint a helyi labdarúgásról szóló legfrissebb híreket teszi közzé a Bogdányi Híradó szerkesztősége. Kedves nézőink, ezzel a Bogdányi Híradó decemberi számának utolsó lapjához érkeztünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!